Egy több mint 8 éves együttműködés gyümölcse érhet be hamarosan, hiszen Kárpáti Zoltán találmányának fejlesztését a kezdetektől végigkövette Barbúcs Sándor népzenész, akivel most Hegedűn is tesztelték a forradalmian új pick-upot. Természetesen a közel egy évtized alatt nagyon sok közös alkalommal próbált segíteni a zenész a feltalálónak, hogy hol mit lehetne még finomítani, javítani, hiszen az elmélet nem mindig azonos a gyakorlattal. A több milliós cuccok mögött ülnek ott az erősítősök, és mégis előfordulnak azok a problémák, hogy begerjed, nem mindegy, hova állunk, nem tudunk úgy mozogni a színpadon, ahogy szeretnénk, és figyelni kell ilyen dolgokra, és ráadásul sajnos sokszor az a hegedű hang az legritkábban olyan, mint ahogy szeretnénk igazán. Sőt, már azt is mondom, hogy lassan a mai közönség szinte beleszokik ebbe az elektronikus hegedű hangba, már fel sem tűnik, hogy ez lehetne jobb. És a Zoli ezen dolgozik, hogy a valóságos hegedű hangot hozza közelebb ismét vissza a közönséghez, úgy, hogy ez most modern korszerű módon erősítés által történik. Kárpáti Zoltán azt mondta, most már tényleg nagyon rövid az út a végcélig, amihez még néhány apró dolgot kell módosítani, és aztán hamarosan élesben is vizsgázhat a pick-up. Húrtartót fogunk cserélni még a fellépések előtt, mert a nehéz húrtartó beleszúl a rezgésekbe, és egy különbözeti hang keletkezik, és az kettős hangoknál dübörgésszerűen hallatszik. Ennyi van még hát a hegedűn, de ez már nem a pick-up problémája, hanem a hangszeré. Ha megnézzük a tévében, a művészek is olyan húrtartóval játszanak, hogy nincsenek rajta finom hangolók. Csak könnyű rózsafa. Ennyit kell még módosítani, és a hónap végén élesben leteszteljük. A Békés Banda két hegedűjén, a Brácsán és a Bőgőn lesz egy ilyen piköp, és a Vászínházban már itt szólalnak meg Békés Banda koncerten. Barbúcs Sándor elmondta, bár a találmány egyik legfontosabb célja a hegedűt úgy hallani, ahogy valójában szól, emellett azonban fontos az is, hogy kiküszöbölje a felesleges gerjedéseket és torzulásokat. Persze nem mindegy, milyen akusztikai körülmények között szólal meg a hangszer. Ez végül is ezt a hegedű hangot akarja előhozni, ami itt van a fülemnél, de közben nem számoltam azzal, hogy mert hiába kértem számon Zolitól, rájöttem, hogy talán nem is kéne számon kérni, hisz a hangfalak és a közönség között is van egy levegőtömeg, ami változtat a hangján. Vagyis én azt gondolom, hogy minél nagyobb térbe kerül ez az erősítés, annál jobban bejön az a hegedű hangélmény, mert az a levegőtömeg is egyre inkább reprodukálja azt, ami pár lépésről történik natúr esetben. Most már tehát lassan elindulhat a sorozatgyártás, melyhez pályázati forrást is szeretnének igénybe venni. Kárpáti Zoltán bízik benne, hogy ezügyben is pozitív fejlemények lesznek hamarosan. Belevágunk, meg gondolkodom azon, hogy hogyan lehet ezt sorozatban gyártani, már készülök rá, mert meg mérőműszerek vannak, átalakított orvosi műszerek, magamnak jegyzetelem a lépéseket, a mozdulatokat, a mozzanatokat, meg kézzel készül. A világ legjobb piköpje is kézzel készülnek, és 625 dollárba kerül, úgyhogy én nagyon készülök. Ahhoz, hogy a pick-up beteljesíthesse küldetését, még egy hitelesítésre is szükség van, amit egy budapesti műszaki laborban fognak majd elvégezni, amit követően már nem lesz akadálya a sorozatgyártásnak.